Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának nevében. Dankovics Gergely programigazgató vagyok. Engedjék meg, hogy néhány mondatban gyorsan bemutassuk, hogy mi várható itt a mai napon, és utána el is kezdjük a sorszámok kiadását, mert úgy látom, hogy itt is szép számmal fog érkezni a lakosság. Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 15 éve segít a magyar lakosságnak saját egészségi állapotának felmérésében. Ebben a legfőbb eszközünk a most idén megújult speciális szűrőkamion. Ez egy 20 méter hosszú szűrőkamion, is balra látják. Ebben a mai napon 50 féle átfogó vizsgálatra lesz lehetőség. Lesznek itt kardiológiai vizsgálatok, szemészeti vizsgálatok, teljes testanalízis, laborvizsgálatok. Tehát az a cél, hogy gyorsan, hatékonyan, közel fél óra alatt, 45 perc alatt minden kedves látogató egy átfogó vizsgálati képet tudjon saját egészségi állapotáról kapni, a lehető legmodernebb és legkorszerűbb vizsgálati eszközökkel. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, tajkártya azért jó, ha van esetleg önöknél, mert akkor a laborvizsgálatoknak az eredményét is az EST-be, illetve a saját e-mail címekre is el tudjuk küldeni. A beléptetés és a regisztráció az itt fog történni, megkapják az egészségkönyveket, ezt a megfelelő helyeken ki kell majd tölteni, ebből segítenek a kollégák, és akkor utána tudnak fölfáradni a kamionba, fél óránként 8 fő. A mai napon 5500 vizsgálatra lesz lehetőség itt Tiszavasváriban, úgyhogy én úgy azt gondolom, mindenki sorra fog kerülni, mindenki megkapja az időpontját, és nem kell akkor itt egész nap majd várakozni. Még egy technikai információ, hogy a kamion előtti területen, a szűrések után itt is várják önöket a kollégák. Lesz itt a mai napon Tiszavasváriban pontos óra regisztráció. Ez úgy gondolom egy nagyon pontos program, tehát ilyenek a lehetőséggel. Ez mellett a rendőrség is készült rendőrségi prevenciós programokkal, de lesz itt látványos anatómiai bemutató, vagy akár a virtuális technológia is érdekes lehet, szerintem a felnőttek és gyerekek részére egyaránt, ami segít egy picit bemutatni az emberi testet belülről. Úgyhogy azt gondolom, egy színes programnak állunk elébe. Köszönjük polgármester úrnak, aki mai napon a házi gazdánk ezt a rendezvényt összehozik, megszervezte az önök részére, és akkor én átadnám a szót önöknek. Köszönöm szépen. Hát akkor kezdem én, mert polgármester úrral együtt kezdeményeztük, hogy ez a kamion, amely legmodernebb, Magyarországon a legmodernebb szűrőkamion, eljuthasson a választókerületbe, nevezetesen Tiszavasváriba, mert úgy gondoljuk, hogy az egészség a legfőbb érték, és az egészség, ha egészség van, minden van, és nagyon sok múlik azon, ugye találkoztunk már mindannyian orvosokkal, házi orvosokkal, kórházi orvosokkal, és nem akarjuk hallani azt a mondatot, hogy későn tetszett jönni, bármilyen betegség kialakulásánál, a legfontosabb a prevenció, a megelőzés, és ez a szűrőprogram, ez a szűrőkamion ebben segíthet bennünket, hogyha még nincsenek is tünetek, akkor is egy ilyen speciális laborvizsgálattal, komputeres szemvizsgálattal, kardiológiai vizsgálattal, 50-féle ilyen vizsgálattal, nem fogom végigmondani, segítsen bennünket. Én annyit szeretnék még elmondani, hogy itt Tiszavasváriban is környékén még az egyénnek a felelőssége is nagyon fontos, hogyha önök ilyen sokan eljönnek erre a szűrőprogramra, akkor fontosnak tartják az egészséget. Márpedig az egészség az az egyénnek is fontos, és a közösségnek is fontos, a magyar társadalomnak is fontos, mert gondolják el, most néztem meg az adatokat, hogy ezen javítani kell, hogy egy magyar férfi és egy magyar nő átlagban, ez egy uniós statisztika, hány évet él egészségben. Nem az, hogy meddig él, mi a várható élettartam, mert sajnos ott is egy kicsit le vagyunk maradva az uniós átlagtól, vagy az uniós élmezintől, hanem egészségben hány évet töltünk el. És megdöbbenően láttam, hogy ez férfiaknál 61,6 év, nőknél egy picit több, 63,6 év. És utána járunk orvosokhoz, mert betegségek támadnak meg bennünket. Most ez a szűrővizsgálat, ez a mai nap arról szól, és köszönjük szépen, polgármester úr, együtt mondhatom, hogy ennyien eljöttek, hogy ha bármilyen probléma van, azt még időben fel lehet ismerni, és akkor a kezeléseket meg lehet kezdeni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ne legyen ilyen probléma, hogy ezzel a lelettel, vagy ezzel a szűrővizsgálati lappal házi orvost, hogyha fölkeresni, ha nem, akkor megnyugodhatunk, hogy egészségesek vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek, és tartalmas napot kívánok. Köszönöm szépen.
képviselő úr, igazgató úr, először is hálás szívvel köszönöm a lehetőséget Tiszavasvár és a tiszavasváriak nevében, hogy ez a szűrőprogram megvalósulhat városunkban. Én azt gondolom, hogy a megjelentek száma is tényleg példásra mutatja azt, hogy rendkívül fontos esemény ez, és rendkívül fontos mindenki számára, hogy hozzájusson, hozzájuthasson ilyen vizsgálatokhoz, és tudjon arról, hogy egészséges, vagy ha éppen nem, akkor milyen orvosi egyéb segítségekre van szüksége. Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnénk minél tovább élni, minél egészségesebben élni, és mindent megtenni azért, hogy hasznos tagjai legyünk a társadalomnak, a családnak, a környezetünknek, és hát legyek egy kicsit lokálpatrióta a tiszavasvárinak is. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert az előttem szólott, nagyon sok mindent elmondtak, szinte mindent elmondtak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és itt vannak velünk. Annyit szeretnék még mondani, hogy ez a program, ez rendkívül fontos, ez most itt van, de mint polgármester, mint az önkormányzatnak a tagja és felelős vezetője, és a képviselőtestület tagjai, mi hosszú évek óta azért dolgozunk, hogy Tiszavasvár egészségügyi ellátása is a lehető legmagasabb színvonalon legyen. És azért beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt esztendőkben kormányzati támogatással, saját erőből, jelenleg minden erőnket latba vetve azon dolgozunk, hogy a járóbeteg szakrendelőket megmentsük, továbbfejlesszük. Most éppen átalakulás alatt van, most már saját röntgengépünk, saját ultrahangunk, orvosokkal tárgyalunk, úgyhogy tiszavasvári egészségügyében mindent megteszünk azért, hogy a helyiek megkaphassák a lehető legtöbbet. És még egy gondolat, néhány héten belül át fogjuk adni a tiszavasvári mentőpontot. Első alkalommal 12 órában egy mentőautó és annak személyzete fog állomásozni itt a városban, és ezzel együtt természetesen átadjuk most már teljes használatba azt a megújított orvosi rendelőt, felújított orvosi rendelőt, ami kívül is és belül is teljes egészében a 21. századnak elvárásainak megfelel. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy közösen és együtt tudunk gondolkodni, köszönöm képviselő úrnak, igazgató úrnak, Magyarország kormányának, hogy segíti az itt élőket, segíti a tiszavasváriakat, és fontosnak tartja az itt élő embereket. Úgyhogy türelmet kérek a mai napra mindenkitől, nagyon sokan vannak, de ahogy igazgató úr mondta, mindenki sorra fog kerülni, és ingyenesen egy olyan vizsgálathoz fog jutni, ami rendkívül fontos lehet az ő életében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük, köszönjük a jó éveket, polgármester. Akkor elkezdjük a számot. Ez a sátor.